Milyen meglepő úr, itt vagyok. Tudjátok, melyik játék ez? Beyond Two Souls. Ne rizsázz, ne tutojázz, ne habozz. Gyerünk. Hadd menjem. Szerintem körülbelül életünkben most először fogunk találkozni egy Aidennel, vagy megtapasztaljuk, hogy van valami a testünkben, vagy nem tudom, hogy mondjam. Jön a vihar. Ja, hát itt ez cím. Én itt meghalnék. Meghaltam volna gyerekkoromban, hogyha nekem valami állatkám így cintányérozott volna, mert esetleg, hogy dobolt volna, akkor még nem haltam volna meg, de a cintányér... Fuf. Hello? Igen, amúgy az állatkát is már Aiden irányította. Nem barátkozok! Már mondtam! Ja, azt hittem azt mondja, hogy menjél barátkozni. Hát foglaljuk el magunkat valamivel. Töltsünk le egy GTA-t. Vagy valami. Hú! Bakker. Pillanat. Asztalnak majdnem levettem a... Na, oké. Mit lehet ebben az istálóban csinálni, mama? Mi? Ha? Ön ez ilyen bunkó paraszlány lett ebből a Ellie-ből. Hé! Na jó lenne valami ebédre! Nem, nem. Jaj. Nem megy a tévében. Agy zsugorító valami. Azt nem is nézzük, mert ez már sem fúj. Nem a keresztabba megy a tévébe! Itt van valami? De jó, amúgy itt van hó. Amúgy jó lenne, hogyha idén lenne hó. Magyarországon is elég sok. Biztos pallófűtés is amúgy a házunk. Gondolom, I think so. Itt van a bakkancsok, a én kis bakkancsom. A csizmám, nem bakkancsizma. Karácsony volt valamikor, vagy közeledik. Én mit kaptam karácsonyra, muter? Hé! Hé! Nem, 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 paraszkodunk. Az mi? Kuki. Jaj, mint a anyát hallanám. Ott a narancs. Ne fogjuk meg a narancsot, mert meg fogunk halni a játékban. Az a baj, hogy anyával sem lehet beszélgetni, anya most nagyon depressziós. Anya! Mondom. Hallgassunk rádiót. Nem tudom. Ki kéne úgy menni? Aiden már itt van? Hogy ne lenne itt Aiden születésünk óta itt van? Nagyanyánknak azt... Az mire jó? Nem csöpög meg semmi, szóval biztos... Minusz van kint. In just another day, hatan. Én sötét helyekre nem megyek. Nem szabad. Jodynak amúgy milyen kis ilyen pufók arca volt kislány korában. Menjünk fel. Na 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 na. Mindenhol játék. Everywhere is a játék. Itt is egy játék. Leesett a baba feje? Ja nem, nem esett le. Na, hozzuk össze a két lányt. Ez az. Hello! Anna vagyok. Hello! Vagy nem. Hello! Én Éva vagyok. Hú, hát hetero vagy? Nem vagyok hetero, hoho! Ez az! Ülj a ölembe! Ez az! Nem az ölembe ültél, akkor te hetero vagy! Hát ez csodálatos az a játék. Azt a kurva! Képzeljétek el, a ti végtagítok is így mozognak.
El van. Jaj, teázunk. Hát ennyi komolyan, ekkora csésze teát megisznak. Olyat fognak húgyozni. Hol van a Barbie WC toilet? Anya, megvettünk már a... Miért nem azt kaptam? Miért nem WC-t kaptam karácsonyra? Mi? Most épp dolgozik. Az igen, ti meg itten lopjátok a napot. Azt akkor. Gyerek van, nem? Az ki? Éden, neked nem szabad barbizni. Te dínusz. Elronts itt a játékot, az a Éden. Nem. Nem megyek le a garázsba, sötét van. Persze, lefeküdtem. De hamar reggel lett. A manóba. Jaj, szegénynek szerintem fogszabályzó kellene a nyúlnak. Nézzük, mit rajzoltunk. Na, rádió. Mondom. Jody, 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 Jody. Hogy majd valamelyik férfi jó szívja ki a nyakadat 15 év múlva. Én a rádiót... Akkor jó van. Akkor jó van. Megnézzük még a budit. Nem baj, hogyha elfő a kaja. Majd viszek olajat, mama. Megnézzük magunkat a tükörben, azért pattanásunk még nincs. Jaj, Kanjito! Jaj! Aiden! Vagy ezek a szörnyek? Hoppá. Az még nem lehet olyan jól élni. De amúgy tényleg a anya most nem figyelte, hogy a lánya kiabált? Hogy mit csinál ő közül? Itt van a hitvesi ágy. Könyvecske. Már Bibliát. Lányom meg kicsit hülye a lányom. Inkább már olvasok a Bibliát. Majd Isten segít rajta. Ha nem jó az a Biblia, nincsenek benne képek. Anya, hey! Most mi mondjuk ilyen ágytesztelő? Mi a fasz? Nem nyikorog. Nem úgy, mint az enyém. Anya temperával, meg kifestő izével festi magát. Ajaj! Ajaj! Nézzétek meg! Nézzétek meg! Igazi Sharon Stone! Jaj, bassza meg! Mit írsz ma oda? You? Nem, Jody, nem? Nem fog feltűnő lenni, hogy ki vagy egy kicsit festve. Dehogy is. Úgy hárman lakunk? Gondolom hárman lakunk. Itt nem eléggé nagy vagy tágas egy picikét az a lakás így hármunknak. Hívjuk el a barátainkat. Ja, nincsenek barátaink. Pizzát szeretnék rendelni. Olyan vagy már, mint a öreg asszonyok. Időjárásról beszélsz. A sikójjal beszélgetünk most, nem? Melyik a kedvenc horrorfilmet? No. Ide még benézünk. Megyek már az olaj utána. Apa, itt van apa. Home office. Apám. Kurva anyád. Már elnézést, hát senkinek sincs ideje rám. Ez milyen dolog már? Mit dolgozol? Mi? Windows 98. Ez Windows 98. Nem látom, hogy Windows 98 vagy nem Windows 98. Ó, már! Igen, már viszem. Hallod, már hamar, valaki már hamarabb hazavittem volna a boltba.
Ez az operációs rendszer, nincs rátelepítő operációs rendszer. Á, nem igaz. Megyünk, meg kell venni ezt a Windows 98-at. Zavarok? Nem. Apád köcsög. Nagyon köcsög. Cipőfűzőt kéne így össze kötni. Oké. Bízzük már azt az olajat, te. Ide jönnek. Az olajas hajukkal, a búgó hangjukkal. Ide jött ez a Johnny Fontaine. És a lány elment. Hol a pince? Itt. 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 A villanyt azért felkapcsolhatnánk. Ó, de nagy világítás! Azt a mindenségit! Gyerekkoromban én is féltem volna ilyen helyeken. Még most is félek ilyen helyeken. Jó lesz ott a benzin is. Anya egy kicsit megpörkölődik. Miért van ott egy ilyen Catwoman-es szobor? Anya Catwoman! Hú, nagy megkönnyebbülés. De utána akkor kaphatok abból a kukiból? A süt nem, a, nem a fasz, na, a süteményből. Kaphatok, anya? Kaphatok? De hogy mi lecsót csinálsz? Ilyen sokáig tart egy lecsó elkészítése? Jó, én kimentem. Pont ki akartam menni, amúgy. Az az ebéd, az nem lesz kész, soha. Soha napján lesz az kész, az az ebéd, hagyjam. Ott a rózsaszín csizmám. Kabát is kellene, aha. Ó, oh, tará! Bár én is ilyen hamar át tudnék öltözni. Hát hová kimegyek? Ja, most nem az utca. Mi gyerekkorunk buccáztunk. Jó, van, akkor megyünk ki az udvarra. Ja, mondjuk, hogyha nem volt baráti társaság, akkor én sem mentünk az utcára, csak úgy egyedül. Hello. Természet. És mit lehet csinálni? Most már nem csak unatkozok, meg is vagyok. De jó. A labda miért van kint télen? Azt már rég be kellett volna tenni a garázsba. Ez az, FIFA. FIFA Street. Lájbi kók. Na. Nem tudom, mit csinál, mit tudnánk itt csinálni. Éden. De ez az, átugtuk a szomszéd Pistabához. Nincs kedved játszani? Mi az, hogy nincs kedved játszani? Most mit csináltunk amúgy? Mi? Kukkoljunk át az izé szomszédhoz. Nem lehet. De akkor mit tudunk csinálni? Hintázni? Ilyen időben? Nem hallottam semmit. Az utcára jött. Jaj, de hát mi nem mehetünk ki az utcára.
Egy kicsit azért lehetne pörgősebben is menni szerintem. Gól! Aha, gyerekek játszanak az utcán. De jó, hogy én nem mertek ki. Fasza. Bár lehet jobb is, hogyha... Ezek is ilyen undok, faszfej gyerekek, mint azok a tinédzser kölykök voltak, akkor inkább jobb is. Jó, azért megkérdezem anyát. Nem kérdezzük meg anyát. A játék másik gondolkodik, mint én. Nem tudom, akkor... Hát akkor, ha én nem tudok kimenni, majd Aiden kimegy, hát. Nem. Utat csinálunk? You have unlocked a new bonus. Oké. Ja, ezt élvezném, ezt a hógolyó csatát. Hát de hát így. Én ott húznám az asztalt, és kiugranék. De nem tudom, hogy a játék mit akar tőlem. Nincs esetleg valahol egy rés, ahol be tud jönni egy pitbull. Nem Marlon Brando a keresztapából. Én nem tudom, gyerekek, hogy most mit kell csinálni. Aiden, segíts, please. Van egy ötletem. Mondom, van egy ötletem, de hát... Na. A fene essen beléd. Ez így nem fog menni. Én is így gondoltam úgy, hogy csinálunk egy ilyen... Így ki tudunk menni. Nagyon szép szóember, hóember. Ez ki? Most Aiden ilyen példakép? Most mi példaképek vagyunk Aiden számára, hogy minket ábrázol az a hóember? Ott egy fiú, meg pont a kukiát néztem. Na, megy már agresszió. Csak még mindig nem tudom, hogy mi hogyan jutunk ki. Ez az élet nagy kérdése. Anyám? Mi van itt te? Te még... De mit sem... Hol a... Mi... Nem is ettünk még. Mi az a sok mosatlan? Valahogy... Nem tudom, el kéne terelni anyának a figyelmét, nem? És akkor ki tudunk menni. Nem, az a baj, nagyon messzire vagyunk. Messze vagyunk. De amíg itten így fülel, meg minden, vagy nem tudom mit csinálni, nem tudunk kimenni. Úgy kellene, hogy csörögjön a telefon, vagy valami, nem? Hát nem. Hát nem. Tényleg itt nincs valami kis rés, vagy valami? Már kidugom a labdát, hát, hogy így felfigyelnek rám. De ne a Jodira! Ez igen, ügyes vagy. Hát ezt nem tudjuk kirúgni. Nem lehet felmászni, hát. Törjük ki a nyakunkat. Kocsiriasztó mondjuk. Nem tudok. Nem tudok kijutni. Pedig biztos könnyedén ki lehet jutni. Hey, Vincent. Nem tudom, esetleg egy ha-hó. Átkiabálok, hogy ha-hó. Ja? Mi a fasz? Itt egy kis kapu. Ja, nem. Jó,
Hát, micsoda kerítés ez? Jaj! Jaj! Na még egyszer. Úgy pont édesanyánk pont erre néz, de nem baj. Éden! Segíts meg! Ennyi. Utána bejön az, a utca összes kóbor kutyája. Jó van az. Hóvakság van. Akkor nem látom, hogy mit kell nyomni. Úgy minket ismernek ezek a srácok, lányok, hogy... Na, persze ismernek. Hát hogy ne, azért jöttem ki. Majd meglássuk, ki fog fürödni. Te. Jaj. Jaj. Segítség. Engem nem fogtok megdobálni. Hece. Mivel kell dobálni? Célozni? Shift-tel. Megvan. Megvan. Gyere! Úpa! Ennyi. Te is kapsz. Vigyázz el, füles, Maci. Hello! Ennyi. Kapta. Tiszta másik világháború. Csacsa! Kapta. Ahogy még innen is szerintem ki lehet látni. Mármint úgy ért, hogy a anya innen ide is kilát. De jó, van, nem baj. Ajj, kapta. Ki ez a bunkó? Látsz, ennek egy olyan 80-as lát. Ezt nem szabad. Jó, elég volt a agresszív malac. Elég volt. Istenem, az a sok köcsök hülye. Hát komolyan mondom. Jó, erezd el, azért nem kell túlzásba esni. Én egy baszorkány vagyok. Kus már! Ne ordibálj már! Na, apa hamarabb kijött a gép előtt. De a leghülyébbnek van a leghangosabb hangja amúgy. Get in there! Get in there! Még a nevét se tudja a gyereknek, apa. Lacinak hívják. Nézd már, még bántani akar minket, apa. Apa, attól, hogy a munkahelyeden mindig szopatnak. Na, a gyerek, legyen már hibás. Hát, kanol meg. Jaj, még vicsorít. Így nehéz aludni, ha nincs a függöny összehúzva. Látom aznak az ijesztő fának az ágait, meg a leveleit. A falamon, mint árnyék. Így nehéz aludni. Mi van, hogy ott fog állni Freddy Krueger? Hú, milyen villanyszám, ki fog itt jönni, gyerekek. De nekünk ez nem jó, elég világítás. Lehet Aiden is fél amúgy ezektől a szörnyektől. Jaj, ezt nem mondjad, szeretnek ők. Anya biztos szeret. Hát ez a bunkó, az nem az apám. Nézd, hogy beszél az apám. Ez egy szörnyeteg. Várjunk már, amúgy tényleg, ez Jody apja? Vagy amúgy csak apja? Ku! Bu! Kubu! És akkor így kerülünk bele a otthonunkba, a következő otthonunkba, a bolondok, nem bolondok háza, ilyen
különleges egyéneknek kitalált laboratórium. Jaj, anya, nem szabad ilyeneken elgondolkozni. Én vagyok a te lányod. Én hason szeretnék feküdni. Amúgy, hogyha nem a két párnak közé feküdni, mint talán még kényelmes is lenne. De csak szólok. Ja, most jönnek a szörnyek. Itt van az a fogszabályzót igénylő nyuszi. Ja, mondjuk a nyulaknak mondjuk ilyen foga van, szóval. Nem hiszem, hogy egy plüss nyúl megvéd minket. Még én is félnék a gyerekemtől, hogy így viselkedne egyébként. Kikapcsolná itt a gépemet, vagy valami. Bazd meg! De az ajtó nem is volt bezárva. Az nem az apám, az Mr. Tahó. Nem, most nem kell úgy zélni színbe. Nem. Hát, az a baj, hogy nem tudják felfogni. Azt hiszik, hogy... Vagy nem tudom, mit hisznek. Tényleg nem tudom. Lehetett volna enni a sütiből. Ja, hát, hogyha leverjük a földre, nem? Oké. De kondenzor. Na, ez Welcome to CIA, szóval a the party után, de még a CIA belépés előtt, szóval a tinédzserek vagyunk mi most is. Most tinédzserek vagyunk. Oké, akkor legyünk tinédzserek. Innen fogjuk folytatni. Sziasztok, a tetszett konyom egy lájkot. Köszönöm szépen, iratkozz fel. Esetleg, hogyha nagyon szeretnél, vagy nem tudom. Jövök majd a következő résszel. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Írj kommentet, hogyha szeretnél. És ha valami véleményt ki szeretnél, mondd, hogy szeretnél. Köszönöm. Sziasztok.